Az elkövetkezendő rövid időszakban Bartha Lászlóval beszélgetünk, aki egy olyan szakember, akire pár évvel ezelőtt az egyik nézőnk hívta fel a figyelmünket, aki azért írt nekünk, hogy hallgassuk meg ennek az úriembernek az előadásait, mert egészen elképesztő ismeretanyagot ad át a pásztorkutyákkal kapcsolatban. Ezt mi megtettük, és úgy találtuk, hogy valóban Bartha úr egészen elképesztő tudást ad át a pásztorkutyákkal kapcsolatban. Nagyon sok ilyen előadást ismerünk, angol nyelven, magyar nyelven. Azt hiszem, ha valakit a pásztorkutyák története, etológiája és jelene érdekel, mindenképpen érdemes meghallgatni azt, amit tőle hallunk. Bartha úr, úgy tudjuk, hogy ön fiatal éveiben, amikor komolyan elkezdett kutyákkal foglalkozni, elsősorban német juhászokkal foglalkozott, és a német juhász volt a kedvenc fajtája. Itt nagyon komoly szakmai sikereket is ért el, sőt a szakma nagyjaival beszélgetett a német juhászokról. Mikor jött el az ön életében az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy inkább a pásztorkutyák megismerése felé halad, és hogy ez lesz a későbbiekben a fókusz, és miért? Hát először hadd térjek kicsit vissza arra, hogy nem gondolom, hogy szakmai sikereket értem el. Úgy gondolom, hogy ígéretes voltam. Tehát fiatal létemre nagyon komolyan érdekelt, megtanultam németül, nem csak ezért, egyéb okból is, de elkezdtem a német szakirodalmat tanulmányozni, és eljutottam oda, hogy a magyar-német juhászozásnak két akkori kiemelkedő alakja is komolyan vette a törekvéseimet, meg az érdeklődéseimet, meg a tanulás, meg a tudásvágyamat, és akkor ők kezdtek ellátni szakanyagokkal, tanácsokkal, és tehát ez volt egy ilyen elinduló pálya, egy ilyen ígéretes tanítványként jelentem meg mellettük, illetve velük szemben, és hát azt hittük ők is, meg én is, hogy majd felnövök egy komoly német juhászoshoz, és akkor majd lesznek szakmai sikereim. Na de ez akadt aztán el, illetve fordult át pásztorkutyázásba, ami elvileg ugye a német juhász is egy pásztorkutya, de abban az igazi pásztorkutyázásba eredendően az volt, fordult át, és akkor ennek így vége lett, ennek a német juhászozásnak, meg a német juhász szakmai kutatásának, viszont egyáltalán nem bánom. Tehát úgy gondolom, hogy ha most újra kezdhetném a kutyázást, akkor ezt az elemét egyáltalán nem hagynám ki, annak ellenére, hogy elhagytam azt a területet, a kutyázásnak azt a területét, és ebben egy ellenkező irányba indultam aztán el, viszont mégsem gondolom, hogy azt ki kellene hagyni, sőt, a fiatal kutyásoknak nagyon is ajánlanám, hogy ássák bele magukat, ugyanis a nyugati tenyésztésnek a legprecízebb, legalaposabb, a legszakmailag legmegalapozottabb rendszerét építették ki a németek jellemző módon. Ugye a németek közhelyszerűen tudjuk, hogy nagyon alaposak és nagyon precízek, én nagyon szeretem a német kultúrát, és olyan iskolázottságot lehet nyerni azzal, amikor az ember megismeri ezt a szakirodalmat, ezt a szakmai tudást, amit a németek felhalmoztak a német juhász tenyésztésében, amit szerintem semmilyen más fajtánál nincs meg a világon. És tehát egy végletesen precíz, végletesen nyugati, végletesen standardizált rendszer, amit érdemes megismerni, nagyon jó iskola, az anatómiának, főleg az anatómiának egy póthatatlan iskolája. Tehát én ma is abból élek szerintem anatómiában, és azért tudok meggyőző lenni a pásztorkutya anatómiában is, mert a pásztorkutyáknál baromira nem tanulmányozzák komolyan az anatómiát, tehát szinte botrányos, hogy mennyire nem veszik komolyan az anatómiát, és mennyire nem ássák bele a úgynevezett pásztorkutya szakemberek magukat az anatómiába. Tehát én még mindig abból élek, amit ott megtanultam, illetve túlzás, hogy abból élek, de még mindig azok az alapjaim és ezek az alapok mindig is fognak maradni. Erre épült aztán rá a speciálisan pásztorkutya anatómia, illetve funkcionális anatómia, meg az anatómiai követelmények a felismerése. Szóval még egyszer mondom, hogy nagyon jó iskola volt a német juhászozás. Mindenkinek ajánlanám, aki fiatal, hogyha nem is ért egyet, már én se értek egyet a tenyész célokkal, de mondom, főleg anatómiailag, mozgásanatómiailag az ügetést olyan elképesztő mélységben értették meg a németek az ügetésnek a törvényszerűséget, hogy aztán túl is hajtották az egészet, és pont ez lett a veszte, ez a túlhajtás, az ügető típusú kutyának az extrém változata, ami már csak arra jó szinte, hogy ügessen, már a vágtája, már a lépése nem jó. Tehát már a többi jármód kárára tették meg az ügetést egy ilyen egészen magas szintre, és ez hiba volt, de viszont arra jó volt, hogy az ember megtanulja az igaz, a szögeléseket, a csontarányokat, amiket a pásztorkutyázásban egyáltalán nem figyelnek. Tehát egy nagyon fontos iskola volt, nagyon jónak találom, hogy én ezt végigcsináltam, és eljött az idő, amikor nagyon jókor tovább is tudtam ebből lépni. Miért lépett tovább? Tehát hogy találkozott? Teljesen kapcsolódott a dolog, ugyanis én mindent, amit lehetett, összeszedtem a német juhászról, még a magyar kutyaújságokat is, ami hát ugye ahhoz képest, a német szakújsághoz képest az egy határozottan legalább két kategóriával gyengébb anyag volt, de még azt is összeszedtem, még akár rossz példának, hogy összehasonlítsam a magyar csúcskutyákat a német csúcskutyákkal, vagy hogy kövessem a német csúcskutyánknak, a magyar leszármazottainak a sorsát, illetve az alakulását, fizikai alakulását. Úgyhogy a magyar kutyaújságból, a NEOL kutyaújságból vágtam ki éppen egyik német juhász fotóját, és amikor be akartam ragasztani, van nekem egy hatalmas adatbázisom, akkor még ugye nem internetes, digitális, hanem még papíralapú, meg képalapú, és akartam beragasztani, akkor, amikor ragasztót akartam végighúzni a hátsó felén, akkor tűnt fel egy kutya a hátsó felén. És akkor valahogy nem jött, hogy rákenjem a ragasztót, és akkor mind néztem a kutyát, és meg kellett keressem utána a szemétben a fecnit, amit levágtam róla, mert tulajdonképpen a kutyakép a hátsó felén, ami volt, az nem pont úgy volt elhelyezve, mint a német juhászé, és a német juhász szempontjából vágtam ki a képet, a másik, ami el volt tolvanak, levágtam a feliratát is, meg a lábaiból is valamennyit. És akkor szemetes ki kellett borítsam, és ki kellett kotorásszam belőle, hogy ez milyen kutya, ez mi ez, mert egyszerűen nem tudtam szabadulni attól a képtől. És mi volt? Tehát én most ennyi idő után, 25 év után azt tudom még mindig mondani, hogy valamiféle maszkulin őserőt éreztem abba a kutyában, olyan maszkulin őserőt, amit sem a német juhászban, sem a többi európai, nyugat-európai kutyában nem éreztem, pedig azt merem mondani magamról, hogy nem csak a német juhászt ismertem, nekem volt több fajtám is, Bernátén, Dobermanom, terrierjeim, tehát én azt gondolom magam, hogy elég jól ismertem már akkor a fajtákat, jó áttekintésem volt, hogy mit tudunk itt Nyugat-Európában mit tenyészteni, de itt valami olyan maszkulin erő jelent meg, ami egyszerűen nem tudtam szakadni le róla, nem tudtam beragasztózni és leragasztani. Azt mondtam, hogy ez ott maradt a fejembe, ott maradt szinte zsigerig ment le. Egy ilyen zsigeri élmény volt, és utána aztán kulturális élmény is lett nagyon érdekes módon, egy ilyen kulturális trauma ért aztán, amikor ezt elkezdtem tanulmányozni, hogy mi van emögött a kép mögött, honnan jön ez a kisugárzás, mi az eredete, mi az okozója ennek a kisugárzásnak, és a helyzet iróniája az volt, hogy a második alaposan megnézése ugye föltűnt, hogy ez nem is egy kan, hanem egy szuka. Tehát, hogy a szukának volt olyan maszkulin kisugárzása, ami itt a kanoknak nem volt, és akkor fölmerült bennem a kérdés, hogy hoppá, de akkor milyen egy kan? Milyenek a kanok, ha ilyen a szuka? És akkor kezdtem utána el, és a következő kiállításnál már ugye megtudtam, hogy ez egy úgynevezett közép-ázsiai juhász kutyaként nyilvántartott kutya, és akkor ugye én rendszeresen jártam akkor a kiállításokat, teljesen kiállítási vonalon mozogtam, ezt is fontos tudni, hogy abszolút a kiállítási külön vonalon mozogtam. A teljesítmény az csak érdekelt, mint kutya, de abban én kutatásokat nem végeztem különösebben, meg nem is gyakoroltam. Tehát teljesen különös voltam, és amikor jártam rendszeresen kiállításra, a következő kiállításra már úgy mentem el, hogy akkor ezek a kutyák lássuk, hogy is néznek ki a valóságban, élőben, személyesen. És így indult el ez a dolog, és aztán teljesen fölcsavart, és teljesen elvitt abba az irányba, és egy teljesen más világ, egy teljesen más kultúra, egy teljesen más szemlélet, egy teljesen más habitus bomlott ki előttem a kutyázásban, és igazából ott lehetem magamra. Értem. Egészen. Bartha úr, mi azt tudjuk önnel kapcsolatban, hogy kb. 15 évvel ezelőtt visszaköltözött a szülő földjére, Székelyföldre, ahol most mondhatom azt szerintem, hogy világhírű pásztorkutya tenyészete van, ahonnan nagyon-nagyon sok jó kutya kerül ki, és azóta is pásztorkutyákkal foglalkozik, ráadásul egy olyan helyen, ahol a pásztorkutyák, nevezetesen Székelyföldön, mint ahogy a pásztorkutyák éltek több száz évvel ezelőtt. Mitől ennyire különlegesek a pásztorkutyák? Mi az alapvető különbség közöttük és az úgynevezett mai modern vonaltenyésztett kutyafajták között ön szerint? Hát, ha megint kezdek egy elnézést, hogy helyesbítgetem, nem került tőlem nagyon sok kutya ki, sőt sok sem, nem hiszek a mennyiségben, és nem került sok kutya ki, de kerültek ki nagyon jó kutyák, egészen jó kutyák, jó pásztorkutyák, ezt viszont tartom. Ez a helyesbítés. A kérdésére a válasz, hogy mi a különbség a nyugati típusú juhászkutyák, mint például a német juhász, vagy akár munkakutyák, mint a Doberman, vagy Rottweiler, vagy társaik, és a pásztorkutyák között sok szempontból meg lehetne ezt a különbséget világítani, sok szempontból meg lehet közelíteni. Szinte nem is tudom, hogyha hierarchizálnám, melyik a fontosabb. Az egyik, ami most így eszembe jut kapásból a kérdésre ebben a környezetben, az, hogy a legfontosabb, egyik legfontosabb különbség, hogy a pásztorkutyák falkaként vannak használva. Tehát egy pásztorkutya nem pásztorkutya. Lorenztől olvastam, Konrad Lorenztől, aki idézi egy Gyerkesz nevű, ha jól ejtem, csimpánzkutatót, aki állítólag azt mondta, hogy egy csimpánz nem csimpánz, ami számra azt jelenti, hogy egy csimpánz nem lehet tanulmányozni magába, mert a csimpánz az eredendően egy csoportállat, és csak a csoportban tud kibontakozni, és csak úgy érdemes tanulmányozni teljességében. Ugyanez áll a pásztorkutyára is. Tehát egy pásztorkutya nem pásztorkutya, ugyanis egyedül nem tudja megőrizni a nyájat, nem tud funkcionálni, nem tud működni, tehát nem tud létezni egyként. Tehát ők lényegüket tekintve falkaállatok. A nyugati tenyésztésben vannak falkakutyák, például a kopók, meg még mit tudom, más fajták, amik falkába dolgoznak, de a tipikusan nyugati tenyésztés, ami a mainstream, ami a legtöbb, ami az általánosat adja, azok a egyként használt kutyák. Egy Rottweiler, tehát egyedül használnak, egy német juhászt egyedül használnak, látjuk a munkakutyáknál is, hogy egy gazda vezet egy kutyát, azzal végzi a gyakorlatokat a sportpályán, vagy a rendőr egy kutyát vezet, ők vannak párosban, tehát nem falkában. És ez látszólag csak egy olyan mellékes dolog, hát igen, ők falkában vannak, egy ilyen kategorizálás, hogy ők falkakutyák, falkában dolgoznak, ezek meg nem. Viszont ebből aztán kibomlik egy teljesen más világ. Egy teljesen más világ, ugyanis ugye az első dolog, amit észreveszel, ha kimész egy nyáj mellé, mert ugye úgy kéne ezekről a dolgokról beszélni, olyan emberek kéne beszélnek, akik tanulmányozzák a nyájak mellett dolgozó kutyákat. Ma sajnos az megy, hogy városból okoskodnak, olvasgatnak az emberek, és abból próbálnak fölépíteni valamit, de ha kimész a nyáj mellé, megnézed a kutyákat, azt látod, hogy sokfélék. Tehát, hogy nem egy homogén, ha bemész a kiállításra, megnézed a Doberman köt, vagy a Rottweiler köt, olyan egyforma kutyák vannak, hogy egy laikus nem is tud különbséget tenni. Tehát egy laikus be lehetne simán csapni, hogyha egymás után háromszor behoznak különböző kutyákat, és azt mondja, hogy ez ugyanaz a kutya, ugyanaz az ember vezet, és ő elhinni, hogy ugyanaz a kutya. Annyira egyformák, és ez a törekvés is. A standardnek ez a lényege, hogy minél egy ideális kutyát megközelítsenek. Egy adalék a Beethoven című filmben 30 Bernatot. Igen, látja, ezt nem is tudtam, ezt majd fogom használni engedelmével, ha ez így van, mert tényleg ez van, hogy annyira homogenizálják, annyira egy kaptafára húzzák, és a standard ennek ugye az alapja, hogy aztán a laikus már nem is látja a különbséget. A profit el tudom képzelni, hogy látja, de a laikus nem. És ezt ők szeretik, ez valamiért, ez nekik fekszik, meg is van a funkció egyébként. Tehát nem gondolom, hogy ennek nincs meg a funkció, csak a pásztorkutyáknál, mert megnézi a valóban dolgozó, valóban terepen levő kutyákat, nem amit a kiállításokra visznek meg, amiket az elővárosokban, meg a városokban tenyésztenek, hanem a valóban dolgozó kutyák mindig azt látja meg, hogy különbözőek. És akkor, de miért különbözőek? Hát azért, mert különbözőek kell legyenek. Tehát akkor funkcionális igazából egy falka, hogyha bizonyos határokon belül, persze ezt hangsúlyozom, tehát nem lehet bármi, bizonyos határokon, nagyon kemény határokon belül van egy variabilitás a kutyák között. Most gyorsan bedobok pár fogalmat, ami nem lesz esetleg érthető, csak azért mondom, hogy ne legyen teljesen üres a kijelentés, hogy jó, ha van ügető típusú kutyám, és jó, hogyha van vágta típusú kutyám. Jó, ha van nagyon pörgős kutyám, jó, ha van nyugodtabb kutyám, jó, ha van olyan kutyám, ami szívesen elhajt a vadakkal nagyon, van, amelyik nem szívesen hajt el. Mind a kettőnek megvan a funkciója. Tehát csak mondtam pár példát, de még ennél több van. A lényeg, hogy a falkában van egy ilyen kifejezés a modern tudományban, hogy szinergia. És ezt érdemes lenne tanulmányozni mindenkinek, ezt a fogalmat, és megértenie, aki pásztorkutyát meg akarja érteni, mert itt pont ez a lényeg, hogy a különbözőségekből támad egy szinergia, tehát az energiájuk jól egyesül ezeknek a különbözőségeknek. Ha teljesen egyformák lennének a kutyák, messze nem tudnának olyan jól működni falkában, mint hogyha egy bizonyos, megint hangsúlyozom, egy paramétereken belül különböznek. És ebből adódóan, hogy különbözőek kell legyenek, egy bizonyos paramétereken belül a nyugati típusú tenyésztéssel egy ellentétes, egy poláris helyzetben találják magukat, mert a nyugati típusú tenyésztésnek az a legtöbb helyen az a lényege, hogy a kutyák egyformák legyenek. Itt viszont az a fontos, hogy bizonyos paramétereken belül egy skálát képezzenek le. És ha elkezdjük a nyugati tenyésztés szerint tenyészteni őket, akkor meghamisítjuk, kiemeljük, kikényszerítjük, kituszkoljuk őket a pásztorkutyaságnak ebből a skálájából, és már nem lesznek funkcionálisak. Tehát az egyik lényeges különbség az, hogy ezek falkakutyák, falkába dolgoznak, falkába élnek, és a másikok meg általában egyedül dolgoznak, vagy ha többen is, de mindegyiket külön vezeti valaki. És ebből adódik aztán a következő különbség, mert mondom, hogy egy különbségből aztán bomlik ki egyébként a többi is, tehát körbe is lehet járni ezt a kérdést, hogy kell tudjanak falkában működni, és egy nagyon komoly szelekciós nyomás külön a pásztorkutyáknál az, hogy nagyon sok kutya ott bukik el, hogy nem tud falkában működni. A nyugati kutyák, akiket kenelekbe tenyésztenek, maximum párba, kanszuka, vagy akár egyedül, vagy rosszabb helyeken láncra kikötve, azok nem kell tudjanak falkában működni. Tehát ha valahogy össze tudják hozni a pároztatást, akár mesterségesen is, vagy bódításra, vagy a leszorításával, a kannak, vagy a szukának, vagy a szájkosárázással, akkor onnantól kezdve, mint a pitbullosok is, hogy csinálják, akkor tud szaporodni a kutya, de nem tud közben falkában működni. A pásztorkutyának viszont nagyon fontos, hogy tudjon falkában működni, mert ott nincs ilyen kontroll, nincsen ellenőrzés, együtt kell legyenek, és a nap 24 órájában, ez nagyon fontos, és nagyon sokszor teljesen emberi felügyelet nélkül. És amely kutya ezt nem tudja, az kibukott, az elpusztul. Itt a nyugati tenyésztésben nem. És ez megint egy olyan opozíció lesz aztán egy adott pillanatban, hogy hiába próbáljuk visszavenni az évtizedeken át esetleg pásztorkutyaként megnevezett kutyákat, de nem falkába tartott kutyákat, mert már ott elbukik, és erre majd kitérhetünk később, már ott elbukik, hogy nem tud falkában létezni. Falkában nem tud létezni. Nemhogy el tudja még végezni utána a feladatot, már az alaphelyzetből elbukik, nem tud a falkában létezni. Olyan csökevényes az a falka ösztönkészlete, vagy olyan torz, vagy olyan túlzások vannak benne, ami miatt egy falkában nem tud létezni. Tehát ez egy másik probléma, hogy nem tud a falkában létezni, még a munkáig sem jut el, nem hogy a létezésig. Tehát nincs meg egy variabilitása, egy részről, ami adja a szinergiáját egy pásztorkutya falkának, egy valódi működő pásztorkutya falkának, tehát nincs meg az a variabilitása, másrészt nincsnek meg azok a készségei, ösztönalapú készségei, amik lehetővé tennék, hogy egyáltalán létezzen a falkában. Tehát ez most egy kapásból kettő, ami teljesen más, és a harmadik, most eszembe jutott az is, hadd mondjam el, ami még nagyon fontos különbség az, hogy az egész nyugati világ, az nem csak a kutyáknál van így, ezt csak azért mondom el, hogy legyen egy alapja annak, amit elmondok, de nyilván evidens, mindenki tudja, a specializáció irányában halad. Sőt, egyre veszettebből halad abba az irányba, és már nagyon régóta olyan komoly intellektusok figyelmeztetnek, hogy ez nem jó ez az irány. Tehát ennyire specializálni az embert, akár a munkájában, akármiben, az elidegeníti az embert magától, attól, amit csinál. Tehát, hogy ez nem egészséges, ez nem egy természetes folyamat, ez a túlzott specializáció. Tehát van ez az alap, és ugyan ennek az áldozatai a kutyák is, hogy olyan szinten specializálva vannak bizonyos feladatokra, vagy nem csak feladatokra, hanem mondjuk a küllemre. A küllem is egyfajta specializáció, bár nem csinál semmit gyakorlatilag a kutya, csak körbe megy párszor a gazdája vezetésével a ringbe, és persze erre is föl lehet készíteni, hogy jól csinálja, vagy ne csinálja jól, de a lényeg az, hogy egy pásztorkutyás szempontjából, aki pásztorkutyásként tudja, hogy mi az, amikor valamit a kutya csinál, ahhoz képest, hogy kiállítás a kutya nem csinál semmit. Tehát ugye relatívak a dolgok, de ha innen nézzük a pásztorkutya felül, akkor mi az körbe megy háromszor, vagy ötször a ringbe, hát ez mi? Tehát tulajdonképpen nem csinál semmit, hanem kinéz valahogy. Tehát neki az a specialitása, hogy valahogy kinéznie. És ez is egy specializáció. Vagy az a specialitása, hogy verekedjen, mint ahogy a viadorkutyákat tenyésztjük. Semmi egyebet nem kell csinálni, csak verekedni. Vagy az a specialitása, hogy őrizzen egy területet. Csak az egyedül vagy párjába be van téve, és azt kőkeményen őrizze. Ezek mind specializációk. Kezdve aztán az agarászat is tulajdonképpen egy specializáció, a kotorékozás is, tehát lehetne sorolni ezeket a dolgokat, amiknek megvan akár a létjogosultságuk, akár még munkák is, de mindenképpen egy elég magas szinten specializált munkák és feladatok. A harmadik nagyon fontos eleme ennek, hogy mi a különbség a nyugati kutyák, a fajtatiszta tenyésztés és nyugati rendszerű tenyésztésű kutyák között és a pásztorkutyák között, az a például a harmadik elem az, hogy egy nagyon összetett feladatot kell elvégezzenek. Tehát nem egy specializált feladatot végeznek, hanem egy nagyon összetett feladatot. Tehát már maga az, hogy a falkába együtt kell élni nagyon erős, nagyon harcias kutyáknak, az már egy feladat önmagában. Tehát sok kutya, amit ugye történtek visszahelyezések Kuvasz és Komondor részről is Magyarországról Székelyföldre, és a többségük ott elbukott, már nem tudott falkában létezni egyrészt, vagy nem tudott azon a tápanyag mennyiségen, amit ott kapott, nem tudott fölnőni, kifejlődni, megcsökött, csökevényes marad. Tehát annyira komplex a dolog, hogy már az egy feladat, hogy a falkában tudjon létezni a kutya, és sok nyugati kutya már ezt sem tudja, hogy falkában felügyelet nélkül erőteljes, harcos, olyan kutyák tudnak verekedni, és tudnak hatékonyan verekedni, mert a verekedés és óriási különbség van, erről csak egy órát lehetne beszélni, hogy a verekedések között is különbség, és ezek nagyon tudnak verekedni, és mégis együtt kell tudni velük élni. Tehát ezek pillanatok alatt tudnak ölni, hogyha megtanulnak rendesen dolgozni. Ez a munkájuk része sajnos, illetve hát nem is tudom, hogy sajnos-e, csak a mai világban ezt a felét nem szeretik az emberek ezzel szembesülni. De ezek harci kutyák. Ezek arra vannak, hogy megvédjék az állatokat, és ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz elég kemények kell legyenek adott esetben. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy nagyon bonyolult a munkájuk, nagyon bonyolult az életük. Amíg eljutott, hogy fölnőjön, már nagyon sok feltételnek kell teljesülnie. Amikor elkezd komolyabban dolgozni, akkor szembe találja magát különböző ragadozókkal, különböző stratégiájú ragadozókkal, mert a farkassal egész másképp kell küzdködni, egész másképp kell a farkast hárítani, így szeretem azt mondani, hogy hárítani, mint a medvét. Esetleg a régi világban, amikor még ugye a betyárok éltek, és az is probléma volt, hogy egyszerűen rabolták, lopták az állatokat, egészen másképp kell küzdeni a fegyverrel, valamilyen szinten fölfegyverzett, akár csak egy ostorral, vagy kaszával, lándzsával fölfegyverzett emberrel. Másképp kell küzdeni a falkával, a rivális falkával, mert a legelők ugye nagyjából összeérnek, és a kutyák néha összefutnak. Másképp kell küzdeni saját falkán belül. Tehát egy különböző típusú harcokat kell megtanuljanak, különböző stratégiákat kell megtanuljanak, meg kell tanulják azt, hogy járják be a nyája a területet úgy, hogy ők már eleve biztosítsák a teret, amikor például egy ilyen helyre beér, egy ilyen erdős, bokros helyre a nyája, akkor ők már menjenek előtte be, hogy a megbúvó ragadozót onnan zavarják ki. Tehát annyi mindent kell használjanak, közben rengeteget kell mozogjanak, és nem kapnak megfelelő tápanyagot, táplálékot, nem kapnak meg orvosi ellátást. Tehát olyan fiziológiásan, fizikálisan, pszichésen, olyan összetetten vannak terhelés alatt és igénybe véve, amiről a nyugati tenyésztésben nem is álmodnak. És az a rossz benne, hogy nem is látszik ez sajnos. Ez egy rejtett összetettség, bonyolultság, mert ha valaki kimegy és az autóval halad az úton és meglát egy nyájat a hegyoldalba és elkezdi figyelni, nem lát semmit, csak azt, hogy kutyák fáradtan ballagnak a lyukak után. Ennyi, amit lát. És ha óráig nézi, lehet, hogy óráig ez lesz. De hogyha 24 órát vagy egy nyarat töltene ott, na akkor abban már össze lehetne rakni, hogy mi is, mennyire komplexált, kinek van erre türelme, kinek van ehhez érdeklődése, nagyon-nagyon kevés embernek. Tehát a lényeg, hogy egy olyan komplexitás van itt, és működik itt, ami a nyugati tenyésztés felől elképzelhetetlen. És ez is egy opozíciót okoz, hogy ezek egyszerűsített, specializált állatok magukban dolgoznak, ők meg falkába dolgoznak, és egy nagyon komplex, bonyolult feladatot végeznek el. Mondom, hogy az is maga bonyolult, hogy egyáltalán falkába tudjanak létezni. Tehát, hogy ez is egy ilyen ellentét, kb. 3-at mondtam ugye el, ami egészen ellentétes a nyugati tenyésztéssel.